Közügyek. Hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó a podcastja. Vendégeket köszöntök itt a stúdióban, mert itt van velünk az udvariasság kedvéért először a hölgyet mutatom be, itt van velünk Brahó Zsuzsa, aki a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Észak-Magyarországi régiójának a régió vezető helyettese, és itt van Csehely Tamás, aki pedig a régió ügyvezetője. Hogy abból az apropóból fogunk beszélgetni, hogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat 35 éves, annak idején Kozma Imre atya vezetésével 39 alapító tag részvételével jött létre. 30 Évvel ezelőtt, és hát azóta már behálózza az országot. Itt Észak-Magyarországon is ugye működnek. Beszéljünk talán arról, hogy Miskolcon mikor kezdte meg működését a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Miskolci csoportja. Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Miskolcon 1990-ben alapult meg a Máltai Szeretett Szolgálat, de tehát gyakorlatilag egy évvel azután, hogy az országos szervezet létrejött. Alapítunk Dr. Csiba Gábor volt, illetve az akkori Szent Anna egyházközösség tagjai, akik szembesültek az akkori problémákkal leginkább a a romániai forradalom eseményeivel, és akkor találkoztak ott a szeretett szolgálattal. És indult meg bennük ez a kezdeményezés, hogy Miskolcon is létre lehetne hozni egy ilyen karitatív szervezetet, hiszen látták, hogy egyre több rászoruló van a városban, akiknek segítségre van szükségük. És először milyen intézmény jött létre? Hajléktalan szálló vagy ápolási otthon, vagy mi volt az, ami először? Valójában Miskolcon, kin az Árpád utcán az akkor volt iskola, általános iskola épületét kapták meg az önkormányzattól, és ők ott kezdtek el dolgozni. Ugye abban az időszakban még elég sok adomány érkezett Németországból, és kialakult a kapcsolat már Miskolci szeretett szolgálat tagjaival is, illetve Bőzenáger bárónéval Németországból. Tehát érkeztek adományok. Első körben elkezdtek adományokat gyűjteni, illetve osztani, majd aztán látták, hogy egyre több olyan ember van a környezetükben, akik adott esetben éhesek is, és saját erőből önkéntesek kezdtek el főzni. Valójában egy adományok... népkonyha jött létre? Egy valamilyen szintű népkonyha szerűség jött először létre, ami nyilván aztán egy idő után a szabályozások egyre szigorúbbá váltak, tehát ez már nem működhetett ilyen szabályozatlan körülmények között, de aztán létrejött a későbbekben egy rendesen szabályok szerint működő népkonyhánk is, de valójában ezzel indult a szeretetszolgált adományok gyűjtésével, osztásával, illetve egy ilyen kezdetleges népkonyhával. És akkor majd mindjárt mondjuk, hogy hogyan fejlődött odáig, ahogy ma van. Tamáshoz fordulok, hogy ugye az Észak-Magyarországi régióban nem csak Miskolcon vannak jelen, hanem hát a régióban Hol még? Tehát először a Miskolci Gondoselés Háza volt, ami létrejött, aztán volt még egy intézményünk Mátra füreden egy idős otthon. Az önkéntességről annyit, hogy az észak régióban először az önkéntes csoportjaink alakultak meg. Ennek a ennek a, a 90-es években 26 darab ilyen csoportunk létezett. Ez mostanra redukálódott 17-re. És a szeretett szolgálatnak az volt az alapkoncepciója, amikor az első úgymond intézményesülési hullám elindult, hogy azokon a településeken, ahol már működik önkéntes csoport és van valamilyen kielégítetlen szociális szükséglet, arra reagáljunk valamilyen módon, és elindultak a, az intézményeknek a, az intézmény létrehozása irányában a csoportok. Ugye elsődlegesen azt mérték fel, hogy egy adott településen mi az, amit mondjuk egy települési önkormányzat nem tud valamilyen módon ellátni, és erre reagáltak így valamilyen módon. És mi az, amit nem tud ellátni az önkormányzat? Ugye vannak kötelező önkormányzati feladatok a szociális törvény alapján, a, ugye ez azért érdekes, mert a szociális törvény 1993-ban született meg, de a szeretett szolgálat tevékenységét már a szociális törvény megszületése előtt elkezdte, és igazából azokra a szükségletekre reagált, amit úgy látta, hogy, hogy nincsenek rá megfelelő társadalmi válaszok. A jelmondatunk a hitvédelme szegények is tápolása, vagy szegények segítése. Az első tevékenységeink erre irányultak, hiszen a rendszerváltás után nagy számban jelentek meg olyan családok, akik rendszerváltás vagy egyéb dolgok következtében Mély szegénység közelébe kerültek, és itt elsőlegesen az ő segítésük volt a cél. Aztán ugye a második ilyen nagy társadalmi probléma a hajlíttalanok megjelenése volt, Azért nagy szeretett volt az első olyan, egyik olyan nagy szervezet, aki megfelelő válaszokat tudott adni erre a problémára. Úgyhogy a Halitán meglehetősen erős a szeretett szolgálat. A régiumban is négy településen található komplex Halitán ellátó intézmény. Hol vannak ezek az intézmények? Hát a helyben, Mezőkövesden, Miskolcon és Hatmonban. Az alapellátástól a szakellátásig gyakorlatilag a Halitánok otthona kivételével minden területen jelen vagyunk. A másik, amiben úgy erősebb a régió, az az idős ellátás. Ez is négy településen, ugye, ahogy említettem már, az Imén-Mátrafüred, Miskolc, Egeri, salgó ahol jelen vagyunk ezzel a típusú ellátással. De gyakorlatilag a szociális ellátás minden spektrumában jelen van a régiónk. Eléggé színes az intézményi struktúránk, hiszen 32 típusú, intézményi ellátásban vagyunk jelen 16 telephelyen. Ez a kora gyerekkortól az egészen az idős ellátásig bezárulok gyakorlatilag majdnem minden területen, tehát igazából a pszichiátriai vagy a szenvedélybeteg otthon kivételével minden területen szerepet vállalunk. Gyereket említett az imént, ezt a biztos kezdet gyerekházra kell gondolni? Igen, három darab biztos kezdet gyerekházat is működtetünk a régióban, illetve három darab tanodát, ami kifejezetten ugye a biztos kezdet gyerekházak a korai gyerekkorra irányul a pedig a általános iskolás korú gyerekeknek a felzárkóztatását segít. Vannak számadatok, hogy körülbelül hány családnak, kliensnek segítenek úgy általában? Visszacsatolnék egy picit az intézményeinkre, tehát a tartós bentlagásnyújtó intézményünkben 600 férőhely engedélyezett férőhely van, az alapellátás pedig naponta 400 fő vesz tehát ugye azt lehet mondani, hogy napi szinten 1000 fővel kerülünk kapcsolatba az intézményeinkünk keresztül, és emellé jönnek még be a, a csoportjaink, akik a, a, most a beszámolók alapján évente körülbelül 10 ezer emberrel kerülnek kapcsolatba. Tehát azt lehet mondani, hogy a Észak-Magyarország működő csoportjaink, intézményeink évente tízezer embernek próbálnak segíteni. Zsuzsa, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak Szolgálatnak itt Miskolcon létrejött, azt hiszem, hogy ilyen újszerű dolog volt annak idején az ápolási otthon, ugye? Igen, az ápolási otthont 1996-ban nyitották meg, akkor kezdte el a működését, és valójában tényleg országosan egyedülálló intézményi forma volt, akkor hiszen ez gyakorlatilag egy kórházi fekvőbeteg osztálynak minősülő intézmény, ami teljesen függetlenül működik a kórházaktól. Akkor még ugye OEP finanszírozottnak hívták, és talán így ismerősebb mindenkinek. Tehát gyakorlatilag ez egy egészségügyi intézmény akkor 60 ágyjal kezdte el a működését, ami bővült 2010-ben 10 ágyjal. Ez a 10 ágy pedig azért jött létre, hogy a az ápolásra szoruló hajléktalanoknak is tudjunk ellátást nyújtani. Úgyhogy most jelenleg 70 ágyon működik az ápolási otthon. És kik azok, akik ide kerülhetnek? Tehát itt is ö, fontos az a szó, hogy rászoruló emberek, vagy, ö, vagy itt nem gazdasági értelemben rászorulók, hanem, hanem mondjuk nem tudom, fizikai értelemben. Tehát ö, gondolok itt arra, hogy egy idős embernek mondjuk eltörik keze lába, egyedül él, és nem tudja magát ellátni, miután a kórházból kikerül, akkor ide jöhet önökhöz. Igen, tehát ez az intézmény nem csak rászorulatsági alapon működik, ö, hanem ö, valójában az egészségi állapotuk szerint kerülhetnek be az ellátottaink. Orvosi beutalás alapján történik. Nyilván azok a zömében idős korúak kerülnek az intézményünkben, akiknek bármilyen okból kifolyólag ápolása felügyeletre van szükségük. Tehát a család nem tudja megoldani az ő ellátásukat. Ez egy hiányt is Miskolc városában. Igen. Ugye nagyon sok krónikus ágy, krónikus férőhely szűnt meg az elmúlt évtizedben városszerte, és egy iszonyat nagy űr keletkezett az aktív kórházi betegellátás, illetve a szociális otthoni ellátás között. És ez az űr, amit próbálunk mi kitölteni ezzel a 70 ágyjal, úgyhogy gyakorlatilag egy valóban nagy hiánypótlás ez az intézmény. Gondolom sorban állás is van. Igen, van várólistánk, bár megmondom őszintén, hogy igyekszünk a lehető legtöbb embernek segíteni, ebből kifolyólag van egy saját belső szabályozásunk, amiben korlátozókon nálunk tölthető. Időt ezzel rákényszerítve gyakorlatilag a családokat, hogy próbálják meg a hozzátartozóiknak megtalálni lehetőleg rövidebb időn belül azt a végleges ellátást, ami leginkább az idős embernek lesz jó, hiszen az ő számára nekik az a legfontosabb, hogy az életük utolsó pillanatait már biztonságba töltsék el, tehát tudják azt, hogy igen, én ide kerültem, itt fogom leélni életemnek az utolsó időszakát, tehát nem lehet cél az, hogy tologatjuk őket az ellátórendszerben. Hányan dolgoznak az Észak-Magyarországi régióban, itt a Máltai Szeretett Szolgálatnál? Hány szakemberük van? Jelen pillanatban az észak magyarország régióban 450 munkavállalunk van. Ugye, ugye említettem, 32 intézmény ellátásban veszünk részt. Ezek szakemberek egyébként mindannyian, vagy pedig tehát e, szociális szakemberek? Ugye a szociális intézményekben jogszabály határozza meg, hogy milyen, e, 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 milyen, végzettségű munkatársakat vehetünk föl. Tehát igazából igen, mindenki szakember, aki nálunk dolgozik. Természetesen vannak a kisegítő személyzet, takarítók, karbantartók, de ők is rendelkeznek szakképzettséggel. A szeretett szolgálatot egyébként vagy szeretett szolgálatnak ki a fenntartója. Katolikus egyház vagy, vagy állami támogatás miből él a? Ugye az intézménynek a, a. Globálisan a Máltai szeretetszolgálat. <laughs> Magyar Máltai szeretetszolgálat, azt lehet mondani, hogy majdnem önfenntartó, ha lehet ilyet mondani, hiszen a szociális intézményeket, amelyeket fenntartunk, állami normatívából finanszírozzuk, hasonlóképpen, mint egy önkormányzati vagy egy állami fenntartású szociális intézményre, ugyanúgy államkincstártól kapunk szociális normatív finanszírozást, illetve itt az ápolási ö, otthonról, ahogy beszéltünk, az pedig hasonló tulajdonképpen, mint az egészségügyben működő intézményeknek által finanszírozott, illetve természetesen vannak olyan intézményi ellátások, itt a szakellátásokra gondolok elsősorban, ahol van térítési díj is a intézményt használók részéről. Gondolom, hogy itt például az idősek otthonában, ami Miskolcon működik, szintén telt ház van, tehát nincs szabad hely, ugye? Nagyon-nagyon kevés az a pillanat, amikor az intézményünkben üres ágy van. Annyira előregedő a társadalmunk, hogy, hogy egyre nagyobb szükség van az ilyen ellátást nyújtó intézményekre. Mondhatjuk ezt a szociális otthonokban, illetve az egészségügyben és a családoknál most már nem az van, mint valamikor a század közélethez nem, nem élnek együtt, igen. nem élnek együtt a generációk, a családanyának is dolgoznia kell, gyereket ellátnia kell, a nagymamák már nem a, a még egy generációval idősebbnek segítenek, hanem a fiatalnak az unokáival, úgyhogy igenis, hogy ez a ez a korosztály a 70-80-90 éves korosztály, ez zömében most már intézményi ellátásra szorul, és ennek megfelelően nagyon sok ilyen ágyra van, illetve még lenne is szükség. Van-e tervben valamilyen bővítés, valami, valami, ami a jövőt illeti? Vagy mindez pénzkérdés? Bővíteni úgy, hogy plusz létszámot létrehozni azért nem olyan egyszerű kérdés. Inkább azt mondanám, hogy átstruktúrálódik. Fentartó váltásokkal, tehát a szeretett szolgálat esetlegesen úgy bővíti a saját ellátási területeit, hogy az államtól vesz át újabb feladatokat. De úgy, hogy konkrétan számot bővíteni mondjuk idős ellátásban, erre nem igazán van befogadás. Tehát, tehát nem... épület sincs gondolom. Nyilván az infrastruktúra sincs, meg nincs mögötte finanszírozás. Tehát a finanszírozási bővítés az, ami, ami szerintem hiányzik. Most, hogy a Magyar Máltai Szolgál Szeretett Szolgálat 35 éves, itt Miskolcon ugye akkor valamennyivel kevesebb, mit jelent ez most a Szeretett Szolgálat életében? Megünneplik, emlékeznek rá, történik valami? így a születésnapon? Hát idézném Győri Dani Lajos alelnökünket, akivel az elmúlt napokban láttam egy interjút, ő mondta azt, hogy mi minden nap ünneplünk. Igen, természetesen ünnepeljük ö, a, ezt a kerek évfordulót. Mit kívánjunk születésnap alkalmából a szervezetnek? Mit szeretnének? Nem mintha teljesülne, ha kívánjuk, de azért ezt jó megkérdezni. Mit kívánjunk? Kevés klienset, több pénzt. Hát, Tamás olyan csúnyán több. nézett rám. Nehéz kérdés. A szeretett szolgált nem a pénz miatt kezdte a tevékenységét, tehát igazából semmi sem pénz kérdése, hanem akarat is erőkérdése, úgyhogy én ezt szeretném, hogy a munkatársainknak, önkénteseinknek legyen ereje tovább folytatni ezt a feladatot a további 30, a le, az elkövetkezendő 35 évben is. Talán azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne a társadalmunk számáról az érzékenyítés, vagy az, hogy érzékenyebbek legyenek a szociálisan rászoruló emberek számára előítéletek, sztereotípiák nélkül. Mert úgy gondolja, hogy még mindig élnek az előítéletek, hiszen az sokat változott ez az elmúlt időszakban. Sokat változott, valóban sokat változott. A szeretetszolgálatnak ugye az egyik alapérlét az önkéntesség, és nagyon-nagyon szeretnénk ezt az alapot, ezt a lábát a szeretett szolgálatnak megerősíteni, úgyhogy az, hogy mennyire, mennyire jönnek el az emberek mindenféle elvárás nélkül dolgozni tenni a szegényekért, azért az megmutatja, hogy mennyire érzékeny a társadalmunk a rászorulók felé. Úgyhogy mi várnánk szeretettel az önkénteseket mindenféle szakterületen. Úgyhogy igazából én ezt, ezt szeretném, hogyha, hogyha egyre több olyan ember jönne a közelünkbe, aki azt mondja, hogy igenis szeretne velünk együtt dolgozni. Hát akkor legyen ez egy felhívás, hogy a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat Miskolci csoportjába önkénteseket várnak, és mi pedig búcsúzzunk úgy, hogy találkozzunk 35 év múlva.